köszönöm szépen. Hát ami a végrehajtó rendszer átalakítását illeti, szívesen fogadunk bármilyen javaslatot, és érdemben meg fogjuk fontolni. Ha megengedi, ez komolyabb dolog, annál sem, hogy bűt vagy bát mondjunk rá itt hirtelen. De ha van ilyen javaslata az ön pártjának, akkor kérem, hogy forduljon hozzánk bizalommal, és az igazságügyminiszter meg fogja vizsgálni, és adunk egy tisztességes választ. Tudunk-e ebben egymalomban őrülni, vagy sem? A Fidesz és a bal liberálisok sem támogatták a Mi Hazánk mozgalom javaslatát a végrehajtás non-profit tételéről. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom, mivel nem volt vita, így nem tudok vitára válaszolási lehetőséget adni. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják a fenti javaslat tárcsorozatba vételét, kérem gomnyomással most szavazzanak. Köszönöm, megállapítom, hogy a bizottság egy igen, 8 nem szavazat ellenében, 0 tartózkodás mellett az indítványt nem vette tárcsorozatba, ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. A parlamentben Orbán Viktor kijelentette, hogy a végrehajtás non-profittá tételének kiinduló pontja nem üdvözítő. Éppen ezért szeretnénk tisztázni azt a kérdést, hogy valóban működésképtelen lenne a Mi Hazánk mozgalom javaslata? Erről, a végrehajtási rendszerről és a végrehajtó botrányról is kérdezem dr. Fisztel Zsuzsannát. Hogyan működik a jelenlegi rendszer? Ugye a jelenlegi végrehajtási rendszer egy 94-ben megalkotott és hatályba kerülő törvény alapján működik. Ugye jelenleg profitorientáltan, ami azt jelenti, hogy rendszerint ilyen magánvállalkozásokként működnek a végrehajtók ma Magyarországon, majdhogy nem közel 300 végrehajtó is végzi a végrehajtói tevékenységét. Ezt ugye ilyen KFT formájukban szokták végezni, és ennek következtében ugye azt is meg lehet látni, és tapasztaljuk azt, hogy a tevékenységük folytán igenis a vagyon szerzés és a minél több bevétel összeharácsolása a cél számukra, és nem feltétlen az, ami a végrehajtási törvény is tartalmazza, hogy a végrehajtási eljárás keretén belül ugye az adósok jogainak is érvényesülnie kelljen, és minél gördülékenyebben és egyszerűbben legyen ez a végrehajtás. Korábban hogyan működött a végrehajtás Magyarországon, illetve hogyha a határon túlra nézünk, ott jelenleg hogyan működik a végrehajtás? 94-ben alkották meg ezt a végrehajtási törvényt Magyarországon. Azelőtt ugye úgy működött, hogy a bíróságok mellett tevékenykedtek a végrehajtók, és nem profitorientáltan, hanem fix bérért, fizetésért végezték ezt a tevékenységüket, és ugye a megfelelő kontrollt a végrehajtók fölött ugye az államhatalmi szerv, maga a bíróság vitte végbe, és ezáltal ugye ez a külső kontroll is ugye befolyásolta a végrehajtóknak a tevékenységét. Ami az ön javaslatát illeti, azt mi szívesen befogadtuk volna, de ön egy olyan javaslatot tesz, kiinduló pontként is egy olyan pozíciót választ, amiről nagyon nehéz utána megegyezni, mert egy non-profit megoldást javasol. Szerintem ez nem fog működni. De nem akarom lebeszélni erről, tehát én biztatom az igazságügyet, biztatom az igazságügyi bizottságát, a parlament meg önöket is, hogy továbbra is egyeztessünk arról, hogy a mainál milyen jobb megoldásokat tudunk találni a végrehajtói kamara szabályozására. Számunkra a non-profit kiinduló pont nem tűnik üdvözítőnek, de készen állunk a további megbeszélések. Európai Unión belül statisztikákat, hogyha nézzük, megoszlik egyébként nagyjából fele-fele arányban, hogy milyen módon végzik a végrehajtók a tevékenységüket. Ugye vagy profitorientáltan ugyanilyen magánvállalkozásokként, vagy pedig ugye állami hatalmi szervként funkcionálnak, és központilag kapják a különféle bérezésüket a végrehajtók. Ez is mutatja azt egyébként, hogy amit Orbán Viktor állít, hogy ez nem üdvözítő, kivitelezhetetlen, vagyis ezt lehet következtetni az ő mondandójából, ez nem valós, mivel több Európai Uniós országban is egyébként hasonlóan működnek a végrehajtók. Évek óta a program pontja a Mi Hazánknak a végrehajtásnak a non-profit tétele, de mit jelent pontosan ez a forma? Ez a forma pontosan azt jelenteni, hogy ezt a magánvállalkozásokként funkcionáló végrehajtást teljes egészében felszámolnánk,
és vagy külön hatalmi szervként tevékenykednének a végrehajtók, és bértáblák szerint kapnák a fizetésüket, pont úgy, mint például az ügyészek, vagy pedig a bírók. Pont ezért is lenne ez a bevezetés fontos, hogy ne kiskirályokként tevékenykedjenek a végrehajtók Magyarországon, hanem igenis az igazságszolgáltatás segédmunkásaként végezzék ezt a tevékenységüket, mert ugye azt is meg kell jegyezni, hogy a jogos tartozásokat, a jogos végrehajtásokat azt végbe kell vinni, és ez egy szükséges, kellemetlen tevékenység ez a végrehajtás, de ennek is meg kell találni azt a formáját, ami igenis adósbarát, és a végrehajtási eljárást is egy igazságos, normális keretek közé kell szorítani. Mi a véleménye Orbán Viktor kijelentésével kapcsolatban? Tehát, hogy működésképtelennek tartja a végrehajtás non-profittá tételét, vagy non-profitként működését. Mi erről a véleménye? A véleményem az elég röviden, hogy Orbán Viktor ezt a kijelentését nem hiszem, hogy megfelelően átgondolta, már csak azért sem, vagy nem is látta egyébként szerintem a törvénymódosító javaslatunkat, mert abban azért le van írva részletesen, hogy mit szeretnénk pontosan, és ezt milyen forrásokból tudnánk ugye véghez vinni, és milyen tendenciák vannak, ugye, hogyha külföldet is nézzük a végrehajtásokra vonatkozólag. Én úgy gondolom, hogy Orbán Viktor ezzel a kijelentésével csak próbálta palástolni azt, hogy most ő ezzel nem szeretne foglalkozni, ugye, és ezt én abszolút nem értek egyet, hogy nem működőképes a non-profit végrehajtás Magyarországon. Már csak azért sem egyébként, mert ugye több 100 millió forintos éves bevételre tesznek szert Magyarországon, ami ugye tiszta bevallott jövedelemként szerepel. Ugye Sádör György ilyen 6-700 milliókat is keresett a fekete pénzen túl, ugye a korrupciós büntető cselekményen belül, vagyis azon kívül is. És ezt a egész pénzösszeget ugye úgy gondolnánk a közeljövőben, ugye ebből még az államháztartásnak plusz jövedelme is egyébként keletkezhetne, hogyha ugye ezeket a különféle pluszokat, ami mondjuk ebből a 6-700 millió forintból átlagosan egy ilyen 50-60-70% megy el a bevételükből, mondjuk irodafenntartási költségekre, ugye alkalmazottaknak a megfizetésére, a bérükre, meg minden egyéb járulékos költségre. A fennmaradó összeget ugye az államháztartásba be tudnánk fordítani, mert ugye a végrehajtók ezeket a pluszban felmerülő költségeket, mint ugye az előbb felsorolt irodabérlet, különféle alkalmazottaknak a bérigénye, ugye azt megtermelnék saját maguknak, így az államnak semmilyen költségébe nem kerülne, sőt, még ugye a haszna is felmerülhetne, kivéve mondjuk erre inkább a Mi Hazánk mozgalom azt javasolná, hogy a különféle jutalékokat és a különféle plusz bevételre tehető törvényben megalkotott szegmenseket, azt mindenféleképpen csökkenteni szükséges. Jelenleg Magyarországon ugye van önálló bírósági, közigazgatási, illetve NAV által kezelt végrehajtás. Ezek melyik formát követik? Ezek hogy működnek? Ugye ez mindegyiknek más-más a formája. Én ezek közül a NAV végrehajtást emelném ki, mivel azt érdemes összevetni a önálló bírósági végrehajtói tevékenysége, már csak azért is, mert nagyon sok elemét, vagyis nagyon sok eleme különbözik, és érdekes mód, amikor a NAV végrehajtás folyik, ugye azt tudni kell, hogy az állam bevételét, az adótartozásokat, az adók módjára behajtandó követelésekről beszélünk ez időtájt, és ugye ez az államnak a saját költségét kellene behajtani, és amikor a önálló bírósági végrehajtókról beszélünk, akkor ugye meg különféle bankok, követeléskezelő magánszemélyeknek a ügyleteit és ugye járandóságait kell a végrehajtóknak behajtani. A pár elemet kiemelnék egyébként az egész rendszerből, hogy ugye a NAV végrehajtás megindítása az alapvetően is sokkal költséghatékonyabb és olcsóbb, mind a követeléskérőnek, mind pedig az adó számára is. Ugye különféle végrehajtási cselekményekért 5000 forintot kell fizetni, meg magának a megindítása is egy NAV eljárás keretén belül 5000 forintot emészt fel. Ezzel ellentétben egy önálló bírósági végrehajtói eljárás megindítása az több
százezer vagy több millióra is tehető akár is. Ugye az ENSZ után megfizetendő különféle jutalékok, végrehajtói költségek, végrehajtói díjak, Kati sem, amit ugye felszámol a végrehajtó, ez sokkal költségesebb, mint maga a NAV végrehajtás keretein belül. Ezen kívül, ami még nagyon fontos eleme szerintem, mondjuk arról lehetne vitatkozni, hogy szükséges-e, vagy kell-e, hogy jogászi végzettséggel rendelkezzenek a végrehajtók. Erről nem is érdemes egyébként külön vitát nyitni, de az tény, hogy a NAV végrehajtás foganatosításakor az ott tevékenykedő embereknek nem kötelezően előírás az, hogy jogász végzettséggel rendelkezek, ellenben mondjuk az önálló bírósági végrehajtóknál. És ugye ez is mutatja azt, hogy mikor az állam a saját bevételét próbálja behajtani, azért annyira nem szigorú és nem ír olyan nagyon durva követelményeket. Ami pedig még harmadik pontként mindenféleképpen megemlítenék, hogy a NAV végrehajtás keretein belül az azt foganatosító végrehajtásra kijelölt személyek hivatalból vizsgálják azt, hogy maga a tartozáshoz elévült-e vagy sem, és hogyha 4 év letelt, és megállapítják hivatalból, hogy az a tartozás elévült, akkor ők lezárják azt a adott végrehajtási ügyet. Ezzel ellentétben az önálló bírósági végrehajtói eljárásoknál ugye ezt külön kérvényezni kell az adósoknak a VHT 41-es szakaszával, hogy ez az adott tartozás elévült-e vagy sem, és ezután is általában csak egy pereskedés keretén belül tudja az adós megállapítatni, hogy a tartozás az elévült-e vagy sem. Mi a probléma a profitorientált végrehajtással? A profitorientált végrehajtása, hogy alapvetően az a probléma, hogy a végrehajtókat minél jobban arra ösztönzően a népnyúzást erősítsék, és minél nagyobb profitra tegyenek szert. Ezt többféle eszközökkel, vagy bármilyen tevékenységükkel is egyébként véghez tudják vinni. Akár ugye a követeléskezelőkre is jellemző az, hogy a különféle ügyeket úgymond vagy direkt, vagy véletlenül, de szerintem ez mindenféleképpen akaratlagosság is van ezekben az ügyletekben, hogy ezeket a végrehajtási eljárásokat évekig altatják, és ezért is fordulhat elő, hogy egy-egy tartozás, akár még a 2000-es évek elejéről, vagy még a 20. század végéről is érkeznek be hozzánk, hogy 1998-as tartozás az vajon elévült-e, jogos-e vagy sem. És az a probléma ezekkel a tartozásokkal, hogyha az elévülést ugye megszakították különféle végrehajtási cselekményekkel, akkor maga ez a tartozásbehajtás az jogszerű, és ugye a végrehajtó végezheti a végrehajtási cselekményeit, de hogyha mondjuk nem kellőképpen értesítette az adóst, vagy olyan végrehajtási cselekményt végzett a végrehajtó, amiről nem volt tudomása az adósról, ugye 5-10, akár 20 év alatt olyan mértékű kamatokat generálnak egyébként ezek a végrehajtók a különféle tartozásokra, hogy az adós sohasem fogja tudni visszafizetni, mert egy adósság spirálba keveredik, és ezáltal minél nagyobb adósságot generál ezzel az altatással, akár a követeléskezelő, vagy pedig a végrehajtó, akkor neki minél nagyobb végrehajtási jutalék, minél több végrehajtói díj, órabér és minden egyéb járulékos költség jár pluszban. Mit tapasztal a munkája során a végrehajtásban? Nagyon sokféle tapasztalatot szereztem az elmúlt több éves jogi tevékenységem folyamán, hogy nagyon sok visszajelzés érkezett adósok részéről, ugye, és ezeket minden egyes alkalommal megpróbáljuk ugye megnézni, és ebből a megfelelő konzekvenciákat leszűrni, és erre vonatkozólag ugye törvénymódosító javaslatainkkal élünk. Az általánosságban elmondható, hogy abszolút nincsen egyensúly a végrehajtási törvényben arra vonatkozólag, hogy az adósok és a végrehajtók jogai abszolút nincsenek egyensúlyban. A végrehajtóknak sokkal könnyebb egyébként a jogait érvényesíteni az adósokkal szemben, és nagyon sok akadályban ütköznek egyébként az adósok a végrehajtási eljárás keretein belül, amit egyébként különféle kisebb törvénymódosító javaslatokkal is lehetne orvosolni, vagy könnyebbé tenni magát ezt az egész eljárást. Már csak nézhetünk egy
példát is. Például, amikor ingatlan elverezésre kerül már egy sor az adott végrehajtási eljárás keretén belül, akkor már biztos, hogy próbált a végrehajtó inkasszálni, letiltani, és már ilyenkor ugye már annyira ki van zsigerelve az adós, hogy nem sok pénze marad, ami tényleg a pusztán bejelentett bére lehet, mert ugye inkasszálás esetén nagyon nagy mértékben ugye a bankkártyáról le tudja venni a végrehajtó a bankon keresztül a rajta levő pénzösszeget, letiltás esetén meg ugye 33-50%-os letiltást tud eszközölni, és ingatlan elverés, mikor ugye becsértéket közöl a végrehajtó, és hogyha az abban foglalt összeggel, ugye a becsérték összegével nem ért egyet az adós, akkor a meglátásom szerint így is magas kifogási illetéket ugye be kell fizetni, ami egyébként ugye 15 000 forint, de ezen kívül még letétbe kell helyezni a becsérték kifogásához megállapítandó szakértői díjat is, ami szintén nagyon nagy és több 100 000 forintos mértéket is ölt az adós részére, úgy, hogy már eddig is ki volt zsigerelve, és nincsen teljes jövedelme, és nem tud élni azzal az alapvető jogával, hogy igenis kifogással szeretne élni egy olyan végrehajtói cselekmény ellen, aminek a tartalmával ugye nem ért egyet. Ugye, és már ezzel is ugye én úgy gondolom, hogy nagyon nagy mértékben sérülnek az adósoknak a jogai, hogy egy ilyen kifogással nem tud, vagy nem tudhat emiatt élni. Ezért is lenne fontos az, hogy ezeket a szakértői díjakat, amiket ugye meg kell előlegezni, azokat ne legyen szükséges megelőlegezni, és hogyha valóban bebizonyosodik az, hogy a becsértékben foglalt összeg nem megfelelően lett meghatározva, akkor a becsért ezt a szakértői díjat igenis ne hárítsák rá az adósra. Ezen kívül ugye még fontos megjegyezni, hogy az értékbecslést, ugye ezt a becsértéket, ugye az adó és értékbizonyítvány alapján bocsátják ki a végrehajtók, amit a helyi önkormányzat, vagyis az illetékes önkormányzattól kérnek be, és az alapján határozzák meg ezt a becsértéket. Én ezt is helytelen joggyakorlatnak tartom, mert ezeket az adó és értékbizonyítványokat ugye azt be kell látni, hogy nem szakemberek készítik, és így nagyon sokszor fals eredményeket is mutatnak, és ezáltal ugye megint csak egy rossz becsérték és egy kifogás fog keletkezni ebben az egész eljárásban. Ezért is szeretné azt a Mi Hazánk mozgalom, hogy például a közeljövőben különféle szakértőket kelljen alkalmazniuk a végrehajtó irodákban. A márciusi igazságügyi bizottsági ülésen leszavazták a Mi Hazánk mozgalom javaslatát, illetve a baloldal ki is vonult a teremből. Erről mi a véleménye? Érdekes módon egyébként az egyik DK-s képviselő volt bent az ülés kezdetekor, ugye több napi rendi pontról, és ugye ő is kapott tájékoztatást még a bizottsági ülést megelőzően, hogy tudva levő, hogy ő ezzel tisztában volt, hogy milyen napi rendi pontokról fog a bizottság azon a napon szavazni, és az előttünk levő két napi rendi pontot leszavazta, véleményezte a DK-s képviselő, de mihelyest a Mi Hazánk mozgalom végrehajtási non-profit tételi javaslata következett volna, ő fogta magát és kivonult a teremből. Én úgy gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy a DK, még hogyha tavaly is ugye a választáskor semmi másra nem használta a devizahitel károsultak ügyét, csak pusztán kampányfogásként, amit ugye meg is cáfoltunk ebben az egész rendszerben. Másrészt ugye azt meg kell jegyezni, hogy a DK majd hogy nem lefedi az egész baloldali moslékot, és ő a vezetője ennek az egész politikai struktúrának, és hogyha ők kivonulnak, akkor biztos, hogy nem szeretnének erről semmilyen úton, módon tárgyalni, és ez nagyon jól mutatja ezt a aljas képmutatásukat is, amit eddig is próbáltak tenni a végrehajtás ügyében. Másrésztről pedig azt is még szükséges megjegyezni, hogy a Mi Hazánk mozgalom már évek óta ezzel a témával foglalkozik, még a korrupciós botrány kirobbanását megelőzően is már több év eltelt, amikor kijelentettük, hogy igenis reformokra van szükség a végrehajtási eljárásokban, folyamatosan csorbulnak az adósoknak a jogai, igenis non-profittá kell tenni a végrehajtás Magyarországon, mert ami itt megy, az nem más, mint a magyar emberek népnyúzása, és
ezzel ellentétben a különféle baloldali pártok meg sem szólaltak azzal kapcsolatban, hogy igenis itt valami probléma van a végrehajtásban, amíg ki nem robbant ez a végrehajtói botrány, de dr. Sádor György és Völner Pál úgymond vezetésével, és én még azt is megmerem kockáztatni, hogyha nem lenne ebbe a végrehajtói botrányban fideszes politikus érintett, vagy politikusok, állami vezetők érintettek, akkor még mind a mai napig nem lenne napirenden egyik baloldali pártnak sem a végrehajtás bármi nemű módosítása és problémája, mint amit ugye most csinálnak a parlamentben, vagy bármilyen más felszólásban. Orbán Viktor az országgyűlésben azt nyilatkozta, hogy várja a Mi Hazánk mozgalomtól a végrehajtással kapcsolatos javaslatokat. Utána az igazságügyi bizottsági ülésen sikerült végül egyeztetni erről? Igen, ugye Orbán Viktor még a benyújtásunk, a non-profit tétel javaslatunk benyújtás előtt ugye azt nyilatkozta, hogy várja ezeket a javaslatokat, erről különféle egyeztetéseket kell folytatni, de ezzel ellentétben, amikor az igazságügyi bizottság elé került maga ez a non-profit tételi javaslatunk, azzal kellett szembesülnünk, hogy hiába mondtuk el az álláspontunkat és az érveinket azzal kapcsolatban, hogy miért is kellene non-profittá tenni a végrehajtás, ugye ezt tartalmazta az előterjesztésünk is részleteiben, ez a határozati javaslatunk pontosabban, de ennek ellenére ott levő fideszes képviselők, kormánytagok ugye abszolút nem voltak nyitottak erre a több párti vitára, sőt azt kell, hogy mondjam, semmilyen kommunikáció, sem vita nem zajlott le, sem érdemi egyeztetés arról, hogy igenis pro és kontra, miért lenne szükség arra, hogy non-profit legyen a végrehajtás, vagy miért jó az, hogy most profitorientáltan működnek a végrehajtók, de mindenféleképpen abszolút leszűrhető az, hogy Orbán Viktor és az egész kormány és a parlamenti képviselők még mind a mai napig ugye a végrehajtó maffia mellett állnak, és még mindig kitartanak amellett, hogy igenis több százmillió forintos éves bevételre kell nekik szert tenniük, éves szinten a magyar emberek népnyúzásából, és még mindig nem álltak sem a devizahitelkárosultak mellé, sem pedig az általános adós mellé sem, hogy végre normális és igazságos, emberséges mederben működjön a végrehajtás végre Magyarországon.